Sziasztok, én Balogh Évi vagyok, és gondoltam, hogy így az ősz beköszöntével hozok nektek egy kis színajánlót, amit nekem itt a vendégek szeretnek így ebben az őszi, kicsit borongósabb időben, illetve fogok nektek bemutatni egy egyszerűbb faleveles díszítést, amiben igazából egy-két anyagot fogok maximum használni, de mégis olyan nagyon mutatós és olyan extra lesz. És akkor meg is mutatnám nektek a színeket, amikkel én így készültem, vagyis hát amik nekem így szoktak menni így az üzletben, remélem nem fogok így bénázni. Na, tehát amik nekem ilyenkor abszolút nyerőek, ide jobban ráfordítom a fényt, és akkor látjátok. Tehát innen ezektől az egészen barnás bordós színektől, itt fölötte látjátok a színkódokat, így szépen sorrendbe raktam fel erre a palettára. Ezek a 74-82-es hipnotikok, ezek nekem nagyon szoktak menni, ezek inkább ilyen bordósabb, burgundisabb színek. A vendégek például nagyon szeretik nálam ezeket a kicsit csillogósabb, fényesebb színeket, így meg is mozgatom egy picit, így látszik, hogy még nem az a gicsparádé, de mégis úgy van benne valami plusz. Vannak itt ezek az extrémebben csillogósak, ezek is nagyon szépek, így egy-egy körömre mondjuk, vagy aki szereti, az igazából mind a 10-re is bevállalhatja. Ez a Hypnotic 40, ez nálam abszolút favorit. Ennek ugyanaz az árnyalata a 87-esnek, csak vannak benne ilyen nagyon szolid kis minimális csillogók, úgyhogy ez is, hogyha valaki így szereti, hogy egy picit azért van benne valami csavar, de mégis olyan kis szolid. Ez a 21-es is nekem abszolút kedvenc. Ez a 40 és a 21-et szoktam amúgy magamon váltogatni általában. És igazából innen ezek a 73-tól, így ahogy szépen megyek odébb, így már elkezd egy picit narancsosodni a piros. Tehát ezek már innentől igazából ez a 71, és onnantól lefelé az már egy picit nyáriasabb színvonal. Illetve még mutatok nektek egy, ugye ezek a narancsos, sárgás színek még szerintem, ahogy ezek a hulló faleveleknek a színei még ezek azért így szoktak menni. Tehát ezek is szintén ez a 64-es Brush & Go, vagy 63-as szintén egy ilyen téglaszín, ezeket is nagyon szokták szeretni, vagy még ezek a narancsosabb árnyalatok. Az a 62-es például, az mondjuk egy picit élénkebb narancs, vagy az 58-127-es Hypnotic, az egy picit azért visszafogottabb, tehát nincs olyan nagyon neon színe, úgyhogy ezek is nálam úgy menni szoktak. Hát az abszolút okkersárga, ami szintén egy ilyen nagyon minimális kis csillogás van benne, ez a 65-ös Go. Ezt is nagyon szokták szeretni, ezt az okkersárgát így ősszel, vagy igazából ez a kettő mellette lévő is olyan tipikus őszi szín számomra. És hát igazából így, ahogy már megyek egyre lejjebb, ezek már nekem eléggé nyáriasak, tehát akár ez az F72, vagy ez a, bocsánat, F7-es, vagy a 72-es gó, tehát azok már ilyen tipikus neonsárgák. Még esetleg ez a 117-es gó, ez egy ilyen nagyon kellemes vanília szín, tehát még nem az a nagyon citromsárgás. Úgyhogy ezekkel a színekkel készültem nektek, egy kis segítségnek, hát ha valamelyikhez igazából így kedvet kaptok. És akkor közben rá is térnék így a mintára. Beállítom közben a kis kamerámat, hogy lássátok is, hogy mit készítek. Nagyjából így szerintem jó lesz. Szupi, ezt innen elveszem azt a kis palettát, mert arra már ilyen lesz szükségünk, és még egy kis fényt adok. Szuper! Na, tehát a mintához, amit használni fogunk, az alapját már elkészítettem, azt itt látjátok, ez amit mondtam, ez az okkersárga, aminek van egy minimális kis fénye, csak most visszamattítottam, mert festeni fogok rá. Tehát ez a 65-ös brassengó zselénk, ugye ez egy fixálásmentes zselé, meg is mutatom. Nagyon kellemes kis sárga színe van, és nem az a nagyon sárga, olyan szép napsárga és az okkersárga közötti, hogy ezt nálam nagyon szeretik, úgyhogy ezzel készítettem el már előzetesen az alapot. És akkor amit még használni fogok, ez az 51-es Brush & Go, ez egy ilyen tipikus narancssárga szín, tehát ez nem neonos, úgyhogy ez ilyenkor ősszel szerintem tök jó. Úgyhogy ez lesz az egyik. Amit használni fogok még az árnyalásához, az egy Mani géllakos Tiffany géllak, tehát az a red, a piros árnyalata.
Tehát ezek ilyen áttetszőek, de majd ahogy felkenem, a színre látszódni is fog. Ezzel árnyalni fogok igazából. Amire még szükségem lesz, hát egy kis díszítés gyanánt, egy matsplash top, egy picit majd úgy körbe fogom dekorálni vele, egy matt extra top, amit még használni fogok, egy extra top no blue, ez ugye egy sima fényzselé, ezzel a no blue-val, ugye ez, hogyha rárakjuk piros színekre, vagy feketére, hogyha kimegy a napfényre, UV-fényre, akkor ugye nem lesz egy plusz színhatása, tehát nem fog elkékülni mondjuk a feketénk, vagy ilyen nem lesz padlizsán lila mondjuk a szép piros színünkből, úgyhogy én ezt szoktam így szalon szinten használni, illetve ami még nekem ezek nagy kedvencek, ezek a kis flitterek, ebbe ugye nagyobb, kisebb darabok találhatóak, és tök szépen látszik is, hogy ilyen színjátszósan csillog, de akár választhattok arany, vagy champagne, vagy amelyiket szeretnétek, vagy az unicorn, tehát annak is nagyon szép színe van, én most ezt az ősziesebbet választottam, úgyhogy ezt fogom még használni, illetve a levélnek a kialakításához, ezt a Brush & Go 02, tehát ez egy sima fekete, de ehhez használhattok akár designer feketét is, tehát az a lényeg, hogy valami pigmentáltabb anyag legyen, és akkor még amit fogok használni, hát egy spatulára lesz szükségem, mert ezt a narancssárgát már régen használtam, úgyhogy fel kell kevernem. Egy Shadow Pro-t, ezt igazából csak ahhoz fogom használni, hogy a csillámokat rárakjam a felületre, tehát ez már eléggé elnyűlt, amúgy akrilos ecset, de mivel már így egy pontos, precíz festéshez nem tudom használni, ezért így befogtam ilyen csillámoknak a felületre a felviteléhez. Egy gél 6-os ecsetre volt szükségem, ugye ez egy sima lapos ecset, ezzel vittem fel a felületre a fixálásmentes Go 65-ös zselét, ugye már erre nem lesz szükségünk, mert az alapot már felvittük. Egy flat ombre ecsetre lesz még szükségünk, ez egy kicsit olyan, mintha foghíjas lenne, ez egy ugye egy lapos ecset, még egy kis csillámmaradvány látszik is benne, ezzel fogom felvinni a Tiffany-t egy ilyen átmenetes színhatásba, tehát hogy ez igazából ahhoz fog kelleni, de hogyha nektek az a másik fajta ombre ecset van, ami az a 45 fokos szögben bevágott, bocsánat, akkor igazából azt is tudjátok használni, én most ezt a laposabbat fogom, úgyhogy erre lesz még szükség, illetve amit még használok, az nullás ecset, és azért is van nekem kettő a kezembe, mert hogy talán így látszik is a különbség, hogy az egyiknek látjuk a szőrét, a másiknak nem, talán itt így látszik a legjobban, tehát ezzel szoktam igazából nagyobb felületekre, nagyobb, relatív, a nullás ecsethez képest nagyobb felületekre felvinni mondjuk az alapot, hogy mondjuk mit fogok festeni, de akár ehhez használhatok egy Shadow Pro-t, vagy valami kicsit puffy becsetet. Én inkább a nullással szeretek dolgozni. Ez a másik, aminek meg igazából nem látjuk a szőrét, egy picit már megnyírbáltam, azt pedig csak kontúrozáshoz használom. Tehát azt mondjuk nagyobb felületeknek, tehát hogy egyáltalán nem, csak indákat, vagy kontúrozok vele, tehát tényleg ezekhez a hajszálvékony vonalakhoz használom, úgyhogy nekem nullás ecsetből így van több is, amit mindegyiket másra szoktam igazából használni, de most ez a kettő igazából tökéletes, vagy lehet short, vagy long is, hát ez az, amit igazából nektek mi a megszokás, hogy mit szoktatok használni. Úgyhogy ezekre az alapanyagokra lesz szükségünk, és akkor el is kezdem itt közben a munkát. Tehát már előzetesen akkor előkészítettem a tippet, megpróbálom közelebb hozni, és akkor így azért jobban fogjátok látni, és remélem, hogy nem a kezemre fog közelíteni a kamera, hanem szépen a magára, a mintára, amit készítek nektek. Gyorsan összekeverem ezt a... de meg is mutatom igazából inkább, hogy jobban lássátok. Látszik, hogy ott az anyag úgy ketté vált, ott főleg a peremén, meg ott a szélén, tehát hogyha esetleg így látjátok a tégeiben az anyagot, akkor mindenképpen egy spatula segítségével keverjétek fel, mert különben nem lesz olyan a színhatása. Jó, ezt így gyorsan felkevertem, és akkor ezzel a narancssárga színnel fogok készíteni egy fél falevelet, és erre fogom
ezt a nullás ecsetet használni, tehát hogy ez a vastagabb nullás ecset, hát ez is teljesen vékony, de ez a kettő közül nekem a vastagabbik. És igazából ide, ahova már készítettem egy kis csillámot, a kettő között, ahol igazából ez a kis lukacskám van, oda fogom berajzolni a kis falevelemet. Jó, és akkor így lehet is szuperül látni. Ami szimpatikus igazából, tehát ez egy teljesen szabadon választott minta, csak azért mégis valami falevélre hasonlítson. És egy picit több anyagot szoktam felvenni, tehát látjátok, ott van egy kis gombócot ide lehelyezem, és utána abból a gombócból terítgetem az anyagot. És ez úgy néz ki, mint egy csillag még egyelőre, de majd a kontúrozással fogom megadni neki a végső formát, tehát én inkább így szoktam kialakítani, de gyakorlatilag teljesen mindegy, ahogy nektek szimpatikusabb. Tehát én annyira nem szoktam pepecselni vele így szalonszinten, mert úgyis, ahogy rámegy a fekete kontúr, az fogja megadni teljesen a formáját. Jó, és akkor azt azért nézzük meg, hogy úgy szép egységes színhatása legyen, tehát ne legyen foltos. És akkor látszik, hogy itt egy fél levelünk. Még egy picit nagyítok rajta. Ha nagyon nem megy, akkor előtte felrajzolhatjátok nyugodtan. A lényeg az, hogy akkor utána azt el kell takarni, hogy azért a fekete akár rotring, vagy valami ne látszódjon ki a mintánk alól. Jó, tehát itt van egy fél levél mintánk. A másik felét azt majd közben mondom, hogy hogy fogjuk kialakítani. Egyelőre ezzel az egyfelével foglalkozzunk. Oké, és akkor egy picit berakom csak egy gyors villámköttetésre. Egy 10 másodpercre, hogy megkössön. És akkor utána már tudok is tovább árnyékolni. És ezt a Tiffany géllakot fogom használni. Ide egy picit ki is kenek nektek. Ide a papírtörlőre. És látszik, hogy ez olyan üvegszerű az egész. Tehát, hogy nem az az intenzív piros színe van, de talán ott a papíron nem is annyira látszik. Itt a tégelynek, az üvegcsének az oldalán látszik, hogy áttetsző. Látjátok ott mögötte az ecsetemet? Tehát, hogy ez egy ilyen üvegszerű áttetsző anyag. Úgyhogy ezzel igazából könnyebben fogok tudni árnyékolni, mint egy sima piros anyaggal, akár egy brassangóval, vagy géllakkal. Úgyhogy, ha én egy kicsit sietősebben vagyok, akkor ezzel szoktam így. Vagy mégse azért ez a sima egyszínű háttérlevél legyen, hanem legyen egy kis térhatás benne. Bocsánat, csak annyira figyeltem ide a mintára. A nullás ecsettel raktam le ide az anyagot, és egy lapos ecsettartással, akár a nullás ecsettel is eloszlathatjátok az anyagot, vagy ehhez használhatjátok ezt a flat ombre ecsetet, és azzal fogjátok eloszlatni. Ezt teljesen rátok bízom, amelyikkel igazából szimpatikusabb, vagy könnyebben megy. És akkor inkább itt a középső vonalon maradok, itt a gerincén a levélnek, és oda a széléhez már nem nagyon fogom kivinni ezt a piros anyagot. Tehát, hogy azért ne az egészet takarjuk be vele, mert akkor nem volt értelme annak, hogy egy narancssárga hátteret vittünk fel. És akkor legyen egy ilyen szép kis átmenete. Ha esetleg sok anyagot vittetek fel, akkor nyugodtan a nullás ecsettel vissza tudtok belőle húzni. Jó, és akkor látszik is, hogy egy tök jó kis átmenete lett, és pikpak felvittem az anyagot, egy-két ecset mozdulattal elmozgattam, és meg is volt már az átmenetünk. Jó,
és így látszik, hogy ott a tövénél olyan szép kis pirosas, és ahogy megyek a levél széle felé, ott pedig egy ilyen narancsos árnyalat maradt meg. Ezt is berakom egy villámköttetésre. Nyilván, hogyha szalonszinten dolgoztok, akkor amíg az egyiket festitek, addig bent van a lámpába, tehát annyi idő bőven elég neki, hogy megkössön úgy teljesen, hogy nehogy lejöjjön vagy elmozduljon, de itt nektek, hogy ne itt perceket kelljen várni, igazából csak egy ilyen villámköttetésre rakom be. Oké. Ide ráközelítek, tehát látszik is, hogy ott van egy ilyen átmenetem, és akkor a másik felére pedig már csak kontúrozással, fekete kontúrral fogom így mutatni magát a levelet, és ide a közepébe fogok berakni egy-két csillámdarabot. Úgyhogy ehhez, bocsánat, ez még az elején kimaradt, mert hát mivel fogom belerakni, én egy Nail Art Glue Gelt fogok használni, ugye ez a strass ragasztó, de akármilyen olyan anyag, ami ragacsosra köt, nyugodtan azzal is rá tudjátok applikálni, a lényeg, hogy benne maradjon, és akkor ehhez fogom használni ezt az ecsetemet. És felviszek egy picit, és lehelyezem ide, ahova igazából a csillámokat szeretném rakni. És utána a kis csillámos bödönkéből válogatok egy-két kisebbet, és ide szépen ráhelyezgetem, de csak az egyik felére, tehát a pirosra már nem rakok, hanem csak a másik felére fogok ráhelyezni. Már olyan kifejezett nagy darabokat, most le is szedtem róla, annyira nem akarnék belerakni, tehát inkább ilyen kis pici finomkákat. És úgy eloszlatva, tehát a tövébe legyen úgy több, és akkor ahogy megy így a kifele felé, a levél széle felé, akkor ott úgy egyre kevesebb legyen. Tényleg csak egy ilyen kis minimális. És akkor ezt is be fogom tenni, megköttetni. Úgyhogy a glue gel csak erre kellett, hogy bele tapaszgassam a kis csillámokat. És akkor, hogyha szeretnétek, akkor lehet köré rakni egy díszítésgyanánt, egy kis splash topot, akár bele magába a levélnek tehát maga a levélbe is rakhatunk. Egy picit felráztam, hogy fekete darabkák feljöjjenek róla. És ide rakom szintén ki, és akkor erről fogom tudni így adagolni. Ehhez megint használhatok akár nullás ecsetet. Én ezt a Shadow Pro-t fogom használni. Hoppá, elgurul. Akkor így állítom. Na hát, mindenképp szökni akar a képből. És mondjuk ide az aljához fogok egy-két fekete pöttyöt lerakni. Meg ide a másik felére. De hogyha nincsen ilyenetek, akkor tudjátok helyettesíteni akár egy-két fekete pöttyel, tehát ahogy igazából sikerül. Tehát nem ragaszkodok hozzá, nem is ragaszkodok ehhez a kis fekete díszítéshez, de azért mégis úgy feldobja. Mondjuk ilyen nagyokat ne rakjatok rá, inkább ilyen kis apró piciket. Az úgy jobban mutat szerintem. Na hát, nem akarja azt, amit én akarok, bocsánat. Itt válogatok. Nekem nem jó semmi. Ide raktam ki a papírra egy-kettőt, akkor innen felszedegetem. Tehát egy-két ilyen kisebbet. Ide fölülre is lehet akár. Na hát, most riktig olyan nagyokat találok, amik nem szimpatikusak. Nem baj, kiválogatom őket. Na, itt vannak kisebbek. Jó, tehát ide köré fogok rakni egy ilyen kis jelzésértékkel, hogy ne csak csillámok legyenek, hanem egy-két ilyen kis darabka is. Jó, és ezt majd le fogom fedni teljesen fényesre, úgyhogy azért ne rakjátok olyan vastagon, tehát én inkább csak ezeket a fekete kis darabkákat szedegetem ki belőle. Látszik, hogy egy-két darabot raktam oda.
Jó, most már így a vége felé vagyok. És megvannak a kis darabkáim, amiket akartam. És akkor ezt berakom egy picit megköttetni. Jó, tehát látszik, hogy még igazából ez egy paca, egy plecsni, de már azért a fél levél mintánk megvan, meg a körbe dekorálása. Oké, tehát ez a matt splash top volt, úgyhogy ezt szintén már nem fogjuk használni. Meg is mutatom, hogy így milyen, gyorsan így megköttettem. Oké, tehát amit már így idézősen be kellett építeni, az már úgy mind megvan, és akkor most jön ez az extra top no blue, amivel le fogom kenni az egészet. Jaj, kimásztam a képből. Na, nem akar rám fókuszálni, de most már megvan. És az egészet levonom ezzel a fényzselével, amire figyeljetek, hogy szép egységes legyen. Tehát egy nagyon picit hajszálvékonyan lehet vastagabb, mert ott még látszik, hogy így, hogyha nem viszek rá eleget, akkor ott még megtörik a fény. Tehát úgy ne legyen, mert akkor nem fogjátok szépen tudni kialakítani a további mintát, és nem lesz valami esztétikus, illetve nem lesznek szép vékony vonalak, mert meg fog törni rajta. Hát látjuk, ott még azért törik rajta, úgyhogy ott még ott valamit majd kell egyengetnem, itt már azért alakul. Jó, ezzel érdemes amúgy egy picit elszórakozni, mert hogyha nincsen szép egységes felületünk, akkor biztos, hogy nem lesznek szép vékony vonalaink. És a fénycsíkot mindig ellenőrzöm, ami itt fölöttem van lámpa, annak a fényét nézem, hogy kúszik rajta, és hogyha azért úgy szép egységes, akkor mehet be a lámpába, hogy egy picit kössön. És akkor itt is így fordítva dolgozok, hogy az egyikre rákenem, akkor a másik addig köt, és akkor így felváltva tudok dolgozni. Jó, és akkor most következik igazából, amivel látszódni fog, hogy mit is készítettem egészen eddig. Szükségünk lesz ugye erre a Brush & Go 02-es feketére, és akkor kontúrozni fogom magát ezt a kis levelet. Ezzel a nagyon vékony kis ecsetemmel, és én szeretem közben külön kirakni, ez az én mániám, úgyhogy nem muszáj, a tégelyből is szedhetitek, de én innen jobban szeretek dolgozni, vagy a körmemre szoktam kirakni ilyenkor, fel is húzom a gumikesztyűt, hogy ne gyűrődjön, és akkor így jobban tudom adagolni a festéket. Először meg fogom húzni a kis válaszvonalunkat, és mindig onnan fogjuk indítani a vonalat, ahol szeretnénk, hogy a legvastagabb legyen. Tehát innen a száránál lesz a legvastagabb, és szépen, ahogy megyek be középre, úgy egyre vékonyodik. Jó, és látszik is, hogy ezzel már meg is van a kis felező vonalunk, és én kívülről fogom befelé indítani a vonalakat. Természetesen ez lehet fordítva, és annyi, hogy másabb lesz a levélnek a jellege, kinek mi szimpatikus, és elkezdem körbe kontúrozni. Nagyon pici anyagot veszek fel, és ez egy ilyen kis íves levél lesz. Be is húzhattok a közepébe egy picit, ilyen kis kacskaringókat hozzá, tehát ez teljesen, ami nektek a szájatok íze. És utána igazából ugyanezt a formát kellene leképezni a másik felére, csak ott nincsen alapunk, hanem ott egy sima fekete kontúr lesz. Jó, ahogy húzzátok be igazából magát a csíkokat, akkor azért azok nagyjából egyfelé nézzenek, meg párhuzamosak legyenek, tehát ne az legyen, hogy az egyik fölfelé kanyarodik, a másik lefelé,
egy picit beraktam villámköttetésre, bocsánat, mert nagyon meleg van itt nálam, és elkezdett folyni ez a vékony vonal. Tehát látjátok, mindegyiknek ugyanaz az íve, és szépen ide a középpontba megy be. Hopp, össze is kentem a tippemet. Jó. Merőlegesen tartjuk az ecsetet, tehát ugye, ha fekszik az ecset, azzal szép vékony vonalakat nem fogunk tudni húzni. És itt a két kis levelet összekötöm, ezt a kis részét, és igazából meg is van az egyik fele. Jó, tehát ezzel már megvan a levelünknek az egyik fele. Ez egy ilyen kicsit absztraktabb, tehát nem egy kifejezetten realisztikus levél. És akkor ugyanezt a formát kéne megcsinálni a másik felére, vagyis hát hasonló, tehát nyilván két ugyanolyat nem fogunk festeni, gyors villámkötetésre közben beraktam, de próbáljuk meg azért ezt a formavilágot így követni. Jó, ide visszamászok a képbe. Jó, onnan behúzogálhatok. Igazából máshova nyugodtan húzhattok erezetet a levélnek, tehát az mondjuk nem a legjobb, hogyha teljesen ugyanúgy van, mert akkor meg olyan nagyon, na, másodszorra kenem össze, nagyon mesterkélt lesz. De igazából teljesen rátok van bízva a fantáziára, ami szimpatikus, ami tetszik, jól néz ki. Egy picit kihúzom, hogy csücskösebb legyen. Mondjuk ide is húzok egy ilyen kis beugrót, és egy picit berakom megköttetni, mert elkezdenek így összemászni, tehát hogyha nagyon közel húztok vékony vonalakat, akkor lehet, hogy egy picit el fog mozdulni így a fényzselén. Úgyhogy én inkább mielőtt újra kell kezdenem az egészet, inkább beraktam félúton, tehát már nagyjából a levélnek a túlnyomó többsége megvan. Még itt befejezem ezt a kis alsó felét, és igazából készen is van a levelünk. Összekötöm a két kis levélrészt. Még innen húzok be neki egy kis erezetet. És itt egy picit ezt a felét mondjuk lejjebb viszem, hogy ne legyen mind a kettő ugyanolyan. Jó, és így látszik is, hogy az a fele igazából ott megvan, úgyhogy magával ezzel a kontúrozással már vagyunk. Egy gyors 10 másodpercre berakom, hogy megkössön, meg közben az ujjamról letöröltem a kis feketét, és akkor pluszban, csak hogy ne legyen annyira egyszerű, a színes fele, amit kiszíneztünk, azt fogjuk lemattítani, és egy-két cseppet fogok rárakni. Jó, tehát ehhez kell nekünk a matt extra top, és akkor szintén ide kiraktam a kis ecsetemet, nullás ecset, a vastagabb, tehát nem amivel kontúrozni szoktam, és egy ilyen kisebb anyagmennyiséget ide a közepéhez lehelyezek, letörlöm az ecsetemet, és ezen a kis piros részen így végigvezetem, vagy hát ugye azon a részen, amit kiszíneztem. Kontúrvonalra is nyugodtan rámehettek, hogy az is matt legyen.
most így még nagyon különbség igazából nem látszik. És itt is forgassátok meg, mert így fogjátok látni, hogy mindenhol lefettétek-e matra. Mert így még a fényesen, a fényeset, hogyha rákenitek, akkor gyakorlatilag semmit nem fogtok látni. De hogyha elkezditek forgatni a fénybe, akkor azért jobban fogjátok. És még amit fogok használni, ezt szintén elfelejtettem így az elején nektek mutatni. Ez az Icy Gel, de használhattok fényzselét, vagy valami más építőzselét, vagy géllap, akármi, ami igazából szimpatikus. Én azért szoktam ezt az építőzselét használni, mert hogy ezzel nagyobb vízcseppeket tudok rárakni, tehát a fényzselé nekem nagyon hamar elfolyik, és akkor olyan kis laposkák lesznek a vízcseppek, ezzel pedig egy picit azért olyan vastagabb, nagyobb, húsosabbakat tudok rátenni. Oké, és akkor látszik, hogy az ott úgy lemattult, a környező többi része pedig tök szép fényes, és akkor egy-két vízcseppet még így rá fogok tenni. Felveszek egy ilyen kis gombócot, ezt a gombócot lehelyezem, és ilyen cseppszerűen mondjuk így behúzom. Lehelyezem a gombócot, és elhúzom, tehát hogy vízcsepp legyen, ne egy ilyen kis bumszli. Vagy csak egy simán egy kis gombóc. Igazából ahogy szimpatikusabb. Túl közel ne tegyétek egymáshoz, mert akkor lehet, hogy összefolyik. Illetve, hogyha úgy gondoljátok, akkor nyugodtan rakhattok rá még egy rétegben, és akkor úgy azért nagyobb, látványosabb, és azért, hogy nehogy elfoljon, egy pár másodpercre berakom csak, hogy megmaradjanak ilyen kis puposak, tehát így oldalra fordítom, így látszik is. Ugye a videón nehéz átadni, de azért így élőben tök jól látszódnak, hogy ilyen kis vízcseppes, vagy egy-két kisebb pöttyöt. Ugye azért is mattítottam le, mert ezen a matton sokkal jobban látszódnak a vízcseppek, és az ősz az úgyis ilyen kis esős, borongós, úgyhogy pont jó hozzá. És igazából meg is vagyunk ezzel a díszítéssel, úgyhogy ez egy nagyon egyszerű kis falevél, ami szerintem tök mutatós. Ide is hozom nektek, csak gyors megköttettem egy picit. Tehát körülötte voltak ezek a champagne flitterek, ezekből a nagyobb, kisebb mennyiség, vagyis hát méretben ugye használtam hozzá egy Go 65-ös hátteret, az volt ez az okker színű, volt egy Go 51-es, ez volt a narancssárga háttér hozzá, egy Tiffany piros géllakkot, igazából egy fixálásmentes fekete zselét, ez volt a Brush & Go 02-es, ugye a vízcseppek voltak az Icy Gel-lel, egy Extra Top No Blue, az volt a fényzselém, egy Splash Top-pal voltak ezek az egy-kettő ilyen fekete kis dirib darabkák, és igazából nagyon más nem is használtam, ja még ugye az Extra Matte Top-ot, ugye azzal fettem le az egyik felét magának a kis levélkémnek, úgyhogy igazából ez volt a gyors díszítésem, úgyhogy remélem tetszett nektek. És igazából várok mindenféle őszi inspirációt, amit akár festettettetek ide kommentbe, akár a videó alá, vagy a Brillbird közösségbe, vagy várom akár az én Facebook oldalamon is, hogy megosszátok velem. Remélem tetszett, és várom szeretettel a munkáitokat.